Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Március 21-én újra van egy portálnap. Az azt jelenti, hogy a mi földünk kapcsolatban áll a plejádokkal. Itt kinyílik egy égi kapu. Ez egy finom energiamező, aminek mindig van gyógyító ereje. Azon kívül nyílik egy lehetőség a spirituális területre. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Az, hogy mikor vannak ezek a portál napok, ezt a maják számították ki, tehát a forrás az a maja naptár. Ebben a maja naptárban vannak hullámok, vagy rezgések. Ez olyan, mint nálunk egy hét. A majáknál ez 13 napig tart. És a majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, sőt, ők úgy gondolták, hogy a 13-as szám szerencsét is hoz. Most benne vagyunk a 9. hullámban, ami március 30-áig tart. Itt vannak még akadályok, nehézségek, de a feladat ebben a hullámban, ezen az időszakon, hogy áttegyük magunkat a nehézségeken, legyen egy megoldás, rendezzük magunk körül a dolgokat. Március 21-e a 4. nap ebben a 9-es hullámban, ami jelenti a biztonság érzetét. Most nagyon fontos ez, valamit kiépíteni. Kellenek az alapok, egy biztos munkahely, jó anyagi körülmények, vagy egy stabil párkapcsolat. Esetleg tervezitek a közös jövőt, valamit kiépíteni. A maja naptárban vannak szimbólumok. Ezen a napon Lamat uralkodik, és Lamat lefordítva egy csillagot jelent. És a maják ezt a csillagot Vénusz bolygóval hasonlították össze. Tehát Vénusz bolygó uralkodik ezen a napon, ami jelenti a mi nőiességünket, jelent egy kreatív tevékenységet, egy szép környezetet, a harmóniát és a békét. Vénusz bolygó az szimbolizálja a párkapcsolatot is, tehát ez a szerelmi energia most ezen a napon, ezen a szertartáson nagyon erős, hogy meglegyen a vonzalom, hogy tudjatok érzelmekről beszélni, hogy itt kiépüljön egy tartós párkapcsolat, vagy ha valaki egyedül van, hogy megköszöntsön a szerelem az életébe, hiszen ez a vonzalom, ezt vonzuk magunkhoz. A szerelmi energia hat ezen a napon. Tehát ezek a témák ezen a portál napon, ezen a szertartáson. Tehát én összefoglalnám. Ami fontos, ezen a szertartáson a gyógyító erő, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, hogy nyitottak legyünk egy spirituális területre, hogy legyen egy megoldás, különösen amikor nehézségekről, akadályokról van szó, vagy hogy áttegyük magunkat ezeken a témákon, legyen egy kreatív tevékenység, hogy legyen egy szép környezet, egy biztos munkahely, nyeremények, jó anyagi helyzet, és egy stabil, boldog párkapcsolat. Ennek a kiépítése, hiszen itt ezen a napon Vénusz bolygóról, tehát szerelmi témákról is szó van. És
Ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy ha jelentkeznél a csatornámra. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok erről a mai naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!